Elöntött lakóházak, kertek, befagyott szivattyúk. Újfehérton több mint 200 család életét veszélyeztette a tavaly télen kialakult belvízhelyzet. Az önkormányzat akkor több millió forintot költött a védekezésre. A városvezetés a megelőzés érdekében a csapadékvízelvezető rendszer teljes kiépítésére törekszik. 2010. szeptemberében indult el ez a fejlesztés. Most már a végső munkálatoknál tartunk, és ha minden igaz, akkor következő hónapban megtörténik a használatba vételi engedély, illetve a vízjogi engedélynek a kiadása. Ez egy közel 200 millió forintos fejlesztés, 90 os támogatás, uniós támogatás mellett. Ez rendkívül fontos volt a város életében, hiszen a beruházásnak egy jelentős része érinti a azokat a te település részeket, ahol a tél folyamán folyamatosan belvíz problémáink voltak. A elvezető rendszer fejlesztésére újabb, több mint 200 millió forint értékben pályázott az önkormányzat. De a belvíz problémák megelőzését segíti a szennyvízberuházás is. A hálózat kiépítése azokat a területeket is érinteni, ahol télen milliós károkat okozott a belvíz, és már már járványveszélytől tartottak a városlakók. A nagyszabású bökönyel közösen indított több mint 3 milliárd forintos fejlesztés 2013-ra fejeződhet be. Újfehértó polgármestere azt is elmondta, az önkormányzat július 1-től közel 90 fő foglalkoztatását kezdi a közmunkaprogram keretében a kistérségi társulással közösen pályázva nyertünk 13 főre 6 órában foglalkoztatási lehetőséget. Ez kimondottan a parlakfű írtással kapcsolatos. Elég nagy a területünk ahhoz, hogy tudjunk munkát adni ezeknek az embereknek. Ez egy két hónapos foglalkoztatás, ami azért én remélem, hogy meg fog látszani a városon. Illetve a rövidtávú foglalkoztatás keretében, ha minden igaz, akkor július 1-től 71 nehány főnek a foglalkoztatására kerülhet sor általában különböző városüzemeltetési intézmény fenntartási területen szintén két hónapos időtartamban. A polgármester arról is tájékoztatott, a városban augusztusra fejeződhet be egy 1,6 km hosszú kerékpárút építése. Erre közel 100 millió forint értékű, 90%-ban támogatott uniós forrást nyert az önkormányzat.